Világíta nyitva felirat ennél a vacsi közi zöldségboltnál, nem úgy, mint szombaton reggel, a betörés éjszakája után. Általában hétvégén a legnagyobb a forgalom, és mivel az áru romlandó, különösen nagy kiesést jelent az üzletnek, hogy nem tudott kinyitni aznap reggel. Tudtuk meg a tulajdonostól, aki nyilatkozni nem akart, de írásban válaszolt kérdéseinkre. Az elkövető mindössze 11 ezer forint váltópénzt talált a kasszában. Komolyabb kárt jelent azonban a felfeszített bejárati ajtó, amely teljesen használhatatlanná vált. Egy ilyen nyílászáró 100 ezer forintba kerül, derül ki az üzletvezető válaszából. Információink szerint a rendőrök elkérték a bolt és a környék megfigyelő kameráinak felvételeit. A zöldségüzlet saját videóján látszik, hogy magas, erős testalkatú férfi az elkövető, aki kapucnis pulóvert és fekete cipőt viselt. Arca sajnos nem kivehető, mivel eltakarta. A Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság megerősítette, hogy kaptak bejelentést a szombat hajnali vacsiközi bolti betörésről. Az ügyben lopás bűncselekménye miatt indított nyomozást a bűnügyi osztály. A betörés híre a legnagyobb közösségi oldal szívvel a vacsiközért csoportjában bukkant fel. A bejegyzés írója úgy látja, egyre problémásabb a városrész közbiztonsága nem csak a zöldségüzlet esetét említi, hanem családi házakat, amelyekbe betörtek, valamint üzemanyaglopásos ügyeket. Kíváncsiak voltunk, mit gondolnak erről az ott élők. Léha mindenütt van rossz ember, mert ez így igaz, de amúgy én nekem elfogadható, nagyon rendes emberek laknak erre. A legtöbben ezen a véleményen voltak megkérdezettjeink közül. Csak az egyik társasház előtt találkoztunk egy férfival, aki elmesélte, néhány éve ő is üzemanyaglopás áldozata lett. Elmondása szerint a benzintolvajok inkább a kamionsofőröknek okoznak bosszúságot, mert a személyautók benzincsövéhez nehéz hozzáférni. A Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, hogy 2020-ban egy üzemanyaglopásról érkezett bejelentés egész Kecskemét területéről. Ez azonban nem közterületen történt.